Az ünnepek közelettével fontos, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk értékeink védelmére és a szabályos közlekedésre. Ennek érdekében hasznos tanácsokkal készült a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság bűn- és baleset megelőzési osztálya. Karácsony közelettével egyre többen keresik fel a különböző bevásárlóközpontokat, üzletközpontokat és piacokat, adventi vásárokat. A forgalom érezhetően nem csak hétvégén, hanem a hétköznapokon is többszörösére nő, és a forgalom növekedésével megnövekszik az áldozattá válás lehetősége, valamint közlekedési veszélyforrások is növekedhetnek. Kérjük, a biztonságos és nyugodt adventi időszak és karácsonyi készülődés időszakában fogadják meg a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság bűn- és baleset megelőzési tanácsait. Értékeikre fokozottan figyeljenek, amennyiben bevásárlóközpontokban járnak, üzletközpontokban, vagy akár tömegközlekedést vesznek igénybe. Nagyon fontos, hogy a telefonjaikat, pénztárcájukat és irataikat mindig a kabátjuk belső zsebébe, illetve a táska hátsó zsebébe tegyék. Ezeket a helyszíneket használják ki ugyanis az alkalmi, illetve a zsebtolvajok. Nagyon fontos, hogy mindig annyi készpénzt vigyenek magukkal, amennyire szükségük van, amennyiben pedig bankkártyával fizetnek, a PIN-kódot és a bankkártyát soha ne tartsák egy helyen. Amennyiben gépjárművel érkeznek a bevásárlóközpontokhoz, illetve az áruházakhoz vásárolni, akkor ügyeljenek arra, hogy a gépjárművel való parkolást követően a gépjárműveket bezárják, az ablakokat pedig feltekerjék. A gépjármű utasterében és csomagterében feltűnő helyen ne hagyjanak értékeket, hiszen emiatt is feltörhetik a gépjárművet. Nagyon fontos, hogy csak megfelelő műszaki állapotú gépjárművel induljanak útnak, és a gépjárműre már most időszerű a téli gumi felszerelése is. Kérjük a gyalogosokat, hogy közlekedésük során mindig viseljenek láthatóságot elősegítő eszközöket, lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között pedig vegyék fel a láthatósági mellényt is. A gépjárművezetőket kérjük továbbá, hogy várakozó helyről, parkoló helyről való kiálláskor fokozottan ügyeljenek a mellettük álló járműre, illetve a mögöttük közlekedő gyalogosok testi épségére is. A Nógrád megyei rendőrfőkapitányság és a rendőrkapitányságok munkatársai az adventi időszakban és az évvégi ünnepekkor is fokozottan és visszatérően ellenőrzik a bevásárlóközpontok, illetve áruházak környékét, így biztosítva Nógrád megye lakosainak a biztonságos karácsonyra készülődést. Mindenkinek boldog és békés karácsonyt kíván a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság.